Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Beszéljünk róla, a Veszprém Televízió közéleti magazin műsora. Mai adásunkban először beszélgetést láthatnak Ambrus Tiborral, Csopak község polgármesterével. Vele a település fejlesztéseiről, illetve a nyári szezonról fogok majd szót váltani. Ezt követően pedig az előzetesen megadott programunktól eltérően összeállítást láthatnak az Ajkai Magyar Imre Kórház infektológiai osztályának fejlesztéséről. A Veszprémi Polgárőr Egyesület működésével egy későbbi adásunkban foglalkozunk majd. Ezek a témák, beszéljünk róla, most már ne menjenek sehová, kezdünk! Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Ambrus Tibort, Csopak község polgármesterét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a nézőket. Polgármester úr, kezdjük is azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan készült fel az önkormányzat, hogyan készült fel a település a nyári főszezonra. Hát én azt hiszem, hogy ebben nagy különbség nem volt az előző évekhez képest, hiszen 8-10-15 éve ugyanazok a kollégák a felelősek egy nyári felkészülésért. Elsősorban, mint a strandot készítettük fel, újra homokoztuk, vannak új kis gyerekjátékok, gyereksarok, ahol a Balaton élővilágát mutatjuk, hogy egy kicsit el tudják tölteni a szülőkkel ott is az időt, és a közterületeket kellett ugye felkészíteni a nyárra. Nehezebb helyzetbe kerültünk, hiszen a munkaerő gondok azok talán most jelentkeztek először nálunk, úgyhogy dolgozókat próbáltunk felvenni, vállalkozókat kellett bevonni, nehezebb volt, mint az előző években szokott. Voltak-e fejlesztések, nagyobb volumenű fejlesztések a strandon, vagy azt a színvonalat, azt a szintet próbálják megtartani, amit az előző évek során sikerült elérni? Hát azt hiszem, hogy a strandon, ha azt a színvonalat elérjük, vagy el tudjuk érni, az is már egy nagyon nagy eredmény. Meglátjuk, hát jövő héten lesz a kék hullámzászlónak a díjkiosztása pont nálunk a csopaki strandon, úgyhogy ezért még fokozottabban próbálunk készülni, hogy még szebb és még kívánatosabb legyen mindenki számára a strandunk. Ugye Csopak önkormányzatának fontos feladata ilyenkor a nyári szezonban, a nyári hónapokban a közterületeknek a karbantartása, hiszen mégiscsak a közterületek vannak kirakatban. Ön hogy látja, mennyire sikerült ezen a téren szintén ugyanazt a színvonalat tartani, mint az elmúlt években? Ugye Csopak azért jó néhány alkalommal nagyon szép eredményeket ért el a virágosítási versenyekben. Hát most egy nagy kihívás nekünk a körforgalom, hihetetlen élő munka igénye van, és nagyon sok energiát kell beleölnünk abba, hogy az mindig szép legyen, vagy lehetőleg az év nagy részén szép tudjon lenni, és a közterületeken is ugyanúgy, hát hiszen nálunk a közterületek azért használva vannak, a rengeteg játszóterünk van, rengeteg olyan turista célpontunk van, akár a Plúmalom, akár a Csonkatorony, vagy a templomromunk, amit folyamatosan karban kell tartani, nem csak a strandot. Tehát ott vannak a vízpartunk, egy nagyon komoly besétálható rész a madárlessel, a mezitlábas ösvénnyel, a fitness parkokkal, a sáslédium bemutatóval. Ezeket mind-mind folyamatosan karban kell tartani ahhoz, hogy remélhetőleg mindenkinek a kedvére teljen. A közterületekkel, illetve a stranddal ezen kívül fogalmazunk inkább így, milyen más programokkal, rendezvényekkel várják a helyieket, a csopakon élőket, illetve a településre látogatókat? Nekünk vannak a strandon a megszokott rendezvényeink, a vízi aerobiktól, a jogától, nagyon sok olyan plusz program van, amit a vendégek, az odalátogató vendégek azok igénybe vehetnek. Ezek ingyenes programok, ugyanúgy a vízicsúszda is ingyenes, a gyerek légvár is ingyenes, tehát ezek mind-mind a jegyet váltóknak benne van a szolgáltatásban. Én azt hiszem, hogy ennél többet a csopaki strandon nem tudunk nyújtani.
a nyári rendezvényeink, a programjaink, meg általában az ott élőknek, ott nyaralóknak, vagy nálunk élőknek, nálunk nyaralóknak szólnak. Se infrastrukturálisan, se köztisztaságban, közbiztonságban sincsen olyan lehetőségünk, hogy hatalmas nagy rendezvényeket csopakra hozzunk, meg nem is biztos, hogy erre szükség van. Ön hogy látja, mennyire lehet megtalálni ezt a bizonyos megfelelő egyensúlyt, hogy rendezvények is legyenek, tudjanak is nyújtani valamit az önökhöz érkező turistáknak, meg azt a nyugodtságot, a csendet is tudják biztosítani azoknak, akik például erre vágynak, ezért jönnek a Balatonhoz? Hát ez csopakon belül elég nehéz. Elsősorban azért, mert a vendégkör folyamatosan változik. Régebben voltak ezek a csendesebb rendezvényeink, ahol valóban az ott lévőknek próbáltuk megfelelni. Ma már azt látom, hogy igény van, kritika szinten is megfogalmazva, nagyobb kulturális rendezvényekre. Én azt hiszem, hogy mi erre nem vagyunk alkalmasak. Továbbra is azt mondom, amit ugye előbb felsoroltam. Tehát én nem hiszem, hogy toj-toj vécék tömkelegével színvonalas rendezvényt lehet csinálni. Én nem hiszem, hogy beléptetés nélkül biztonságos rendezvényt lehet csinálni. Na most nem is vagyunk erre területileg se alkalmasak, hiszen egyedül a parkolónk van az a strandon kívül, ahol rendezvényeket tudnánk, vagy nagyobb rendezvényeket megszervezni, akkor a parkolókat nem tudnánk biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ezek, amiket mi próbálunk rendezvényeket megszervezni, ezek arra alkalmasak, hogy az ott lévők szórakozzanak egy kicsit, másra nem tudunk vállalkozni, főleg úgy nem, hogy tele van a Balaton nagy rendezvényekkel. Tehát én azt hiszem, hogy most, amikor a Veszprém is tényleg szinte folyamatos rendezvénydömping van, nem hiszem, hogy nekünk vele kéne konkurálni. Füreden, Almádiba, a környéken rengeteg olyan rendezvény van, amit a csopakiak is választhatnak, vagy a csopakon nyaralók is választhatnak, és akkor jönnek haza, itt egy kicsit nyugisabb van, többet tudnak pihenni, jobban tudnak pihenni. A képviselőtestületünknek legalábbis ez a most már hosszú idő óta az álláspontja. Polgármester úr, összességében hogy látja, milyen lesz ez az idei szezon? Ugye a szezon mindig időjárás függő. Főleg csopakon, ahol nincsenek nagy szállodák. Én azt látom, hogy ha jó idő van, akkor azért szívesen választanak minket. Ahogy a vendéglátósokkal beszélgetek, azért érezhető a gazdasági helyzetnek a nehezedése a családok számára. Tehát kár lenne tagadni, hogy ugyanaz a fogyasztás jelentkezik, mint az elmúlt években. Mi is látjuk, hogy jó időben is azért valamivel kevesebben látogatják a strandokat, nem csak a miénket, ahogy beszélgetek a polgármester kollégákkal, általában a Balatont. Meglátjuk, hogy nyár végére mi lesz. Ha folyamatos, szép idő lesz, akkor szerintem egy jó szezonnak nézzünk elébe. Beszéljünk egy kicsit magáról a településről. Az elmúlt időszakban milyen fejlesztéseket sikerült az önkormányzatnak végrehajtani a településen? Hát egy kicsit a támogatásunkkal is, de szerintem a legnagyobb, meg leglátványosabb most a református iskolánknak az emelet ráépítése. Én azt hiszem, hogy olyan minőségi színvonal, egy akkora ugrás lesz az iskolai életében, amire nagyon-nagyon büszkék leszünk hosszú éveken keresztül majd. És próbáljuk a falu központot elindítani. Jelenleg a közbeszerzésnek a megbeszélése, annak a részleteinek a megbeszélése van folyamatban. Ha minden jól megy, akkor jövő héten, vagy két hétvel ki tudnánk írni a közbeszerzését az új falu központ megépítésének. Az szerintem egy korszakalkotó, minőségi előrelépés lesz a településnek az életében. És a testületünknek egy nagyon komoly célja az, hogy a közösségi színhelyeket, a közösségi színtereket próbáljuk fejleszteni, hiszen ahhoz, hogy
hogy magunk számára, vagy annak a viszonylag kisebb létszámú települést használók számára, és itt értem a nyaralósokat, értem hozzánk látogató vendégeket, akik ott élik az életüket, azok számára biztos és komoly kulturális rendezvényeket tudjunk működtetni, vagy megszervezni, ahol szükségesek azok a rendezvényterek, akár a strandon, akár most éppen a Plumalomnál is tervezünk egy látogatóközpontot. Nem mondom hát, hogy a faluközpontról már beszéltünk. Szeretnénk az Apáca strand környékén is egy ilyen kicsi kis közösségi teret létrehozni. Ugyanúgy elkezdtük a játszótereket fejleszteni, vizet bevezetni, vizes blokkokat bevezetni, hogy egyre több olyan terület legyen, ahol jól érezzük magunkat a településen belül is, a közterületeken is. Említette a polgármester úr, hogy terveik, reményeik szerint nem sokára elindulhat a település központ fejlesztése. Mit szeretnének megvalósítani? Hát meglátjuk, hogy a közbeszerzés nem mi fér bele. Tehát ugye csak addig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarunk ér. Nagyon szeretnénk, hogyha a főépület megépülne az előtte lévő közösségi tér. Hogyha a közösségi tér megépül, akkor ott már folyamatos rendezvényeket lehetne biztosítani az évnek a 12 hónapjában. Ugye nálunk azért a Csonkatorony környéki rendezvények, azok nagyon-nagyon időjárás függőek, hiszen ott füvön tartjuk a rendezvényt, ha esik az eső, akkor sár van, ha hó van, akkor latyak van. Itt viszont normális körülmények között tudnánk sok száz embernek megfelelő helyszínt biztosítani azokra a rendezvényekre, akár borversenyekre, forradborfőző verseny, de rengeteg, akár kitelepülések, piac le, termelői piacnak a lehetőségének a biztosítására. A főépület pedig majd meglátjuk, gondolom, hogy ez meddig jutunk el, ott azért egy 200 fős nagy színházterem lenne kialakítva, hát ha sikerül, akkor nyilván talán két éven belül ott az is el tud indulni. Ha már említette polgármester úr, hogy az önkormányzat, a képviselőtestület számára fontos a közösségi terek létrehozása, terek nélkül is egyre jobban zajlik, vagy egyre erősebb a közösségi élet a településén, és kifejezetten a sportegyesületek környékén egyre jobban szerveződnek a közösségek. Így van, hát sőt most már én úgy látom, hogy egy ilyen aktív csopakprogram sorozat köré is kezdik szervezni elsősorban a sportegyesületeink a programokat. A vitorlázóink Európa-bajnokságot rendeztek, itt azért Berez Zsombor úrnak az köszönhető, hiszen az ő vitorlás iskolája azt hiszem most már egész Balatonon, de lassan már országos hírű is lesz. Szeptemberben egy újabb Európa-bajnokságot szeretnének csopakkor rendezni. A teniszezőink U16-ban, U18-ban nagyon komoly eredményeket értek el a vidékbajnokságon, ami Budapesten kívüli összes települést jelenti. U18-ban egyéniben, párosban, csapatban győztek, U16-ban is komoly érmeket hoztak. Tehát láthatóan elindult egy nagyon komoly sportélet, a tékvándosaink is országos versenyeket nyernek. A másik vitorlásklubban is az egyik legnagyobb balatoni vitorláskupát, ifjúsági vitorláskupát rendezték. És mindez lecsapódik abban is, hogy ezek a klubok felvállalják azt, hogy az iskolásainkat oktatják, térítésmentesen oktatják. Tehát nálunk úgy kerülnek ki az iskolából a gyermekeink, hogy valami formában azért a teniszt, a vitorlázást megismerik, meg természetesen innentől aztán az úszást is. Polgármester úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk és tájékoztatta nézőinket. Sok sikert kívánunk a szezon további részére is. Köszönöm szépen. Hivatalosan is felavatták az Ajkai Magyar Imre Kórház infektológiai osztályának megújított épületszárnyát, mintegy 3 milliárd forintos állami beruházás keretében újulhatott meg teljes mértékben az osztály ezen épület része. Az ott készült összeállításunk következik most.
Az idén megalapításának 50. évfordulóját ünneplő Ajkai Magyar Imre Kórház Semmelweis napi ünnepségén adták át hivatalosan az infektológiai osztály felújított épületét. Amint egy 3 milliárd forint összértékű fejlesztés keretében elvégezték a homlokzati hőszigetelést, betegliftet építettek, létrejött egy teljesen felszerelt kislabor, diagnosztikai részleg, valamint szakambulancia. A 30 fertőző beteg elhelyezésére alkalmas létesítményben egy, két és három ágyas, zsilipelhető, saját vizes blokkokkal ellátott kórtermekben történik majd a gyógyítás. Az osztály vármegyei ellátási kötelezettséggel rendelkezik, de kiterjedt járvány esetében az ország minden pontjáról fogad betegeket, mint ahogy azt a koronavírus járvány idején is tette. Nagy Zoltán, a Magyar Imre Kórház főigazgatója köszöntőjében elmondta, 40 év után újulhatott meg a fertőző betegeket gyógyító osztály. Az Ajkai Magyar Imre Kórház a mai napon történelmi ünnepségen tekint vissza az elmúlt 50 évre. Emlékezünk Semmelweis Ignác születésének 205. évfordulójára, és átadásra kerül az új megyei ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai osztály is. Semmelweis Ignác, ha most élne, biztosan nagyon büszke lenne intézményünkre. Hisz az anyák megmentőjeként látná tanításainak megfelelő szakmai elszántságunkat. Az orvostudomány fejlődése professzor úr tanítása nélkül nehezen lenne elképzelhető. Az elmúlt 50 évben intézményünk már sokszor bizonyította létjogosultságát. Bizonyította országos szinten, amikor járványkórházként vettünk részt a COVID-pandémia felszámolásában a négy országos centrummal együtt. Veszprém vármegye második kórházaként több szakmában megyei ellátási kötelezettséggel gyógyítjuk a hozzánk forduló betegeket. Továbbá naponta bizonyítunk a kórházunkban a város lakosai előtt, amikor a nap 24 órában állunk a betegek rendelkezésére. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, és a fejlődéssel együtt járó kihívások tekintetében mindig számíthatunk a döntéshozókra. Az Ajkai Kórház léte és fejlődése azt jelképezi, hogy a kormány komolyan gondolja az egészségügy megújítására tett lépéseket, ezt mondta az ünnepségen dr. Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter kiemelte, az itt dolgozók erőfeszítéseit is elismerik azzal, hogy méltó munkakörülményeket biztosítanak számukra. De többről van szó, mint hogy ennek a fejlesztésnek köszönhetően elégedettebbek lesznek a dolgozók és a betegek, tette hozzá a miniszter. Hiszen az Ajkai Kórház léte, fejlődése, az itteni fertőzőosztály megújítása meggyőződésem szerint nem csak az egész vármegyének, de az egész országnak is üzen. Üzen, hogy a kormány komolyan gondolja az egészségügy megújítására vett terveit, és ezeket a céljait el is fogja érni. És ezen célok elérése érdekében nem csak a szükséges döntéseket hozza meg, de meg is teszi azokat a lépéseket, amelynek következtében az elkövetkező évtizedekben már egy az egészségügyi szolgáltatásokkal sokkal elégedettebb lakosság élhet itt az országban, illetve az egészségügyben dolgozók is reményeink szerint saját életükkel és körülményeikkel sokkal inkább elégedettek lehetnek. De jelenti azt is, hogy azok, akik áldozatot vállaltak az elmúlt években, a koronavírus járvány idején, és tudjuk, hogy az Ajkai Kórház nem csak helyi, hanem országos szinten is az egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb áldozatot vállalta. Az itt dolgozók az életükkel, a karrierjükkel, a meggyőződésükkel és a hitükkel gyógyították nem csak a vármegye, de az ország minden pontjáról ideérkező betegeket. Az ő erőfeszítéseiket is elismerjük azzal, hogy méltóbb munkakörülményeket, korszerűbb felszerelést és korszerűbb épületet adunk nekik az elkövetkező évek munkájához. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az a 3 milliárd forint, amely ennek az épületnek, a fertőzőosztály felújításának a célját szolgálta, nem csupán egy felújítást szolgál, hanem egy befektetést is, egy hosszú távú befektetést az egészségügybe, megbecsülést az ott dolgozóknak, és reményeink szerint reményt, vigaszt és javuló ellátást a rászorulóknak. Egy olyan örömünnep tehát, amely egyben egy új korszakot is megnyithat itt Ajkán, amely
kórház nem csak a városért, hanem Veszprém vármegye egész nyugati részének az ellátásáért felel, ebből adódóan megkerülhetetlen, jelentős, stratégiai jelentőségű kórház. És bízom benne, hogy ennek az osztálynak a megújulása az első jelentős mérföldkő a kiteljesedő és egyre magasabb színvonalú egészségügyi ellátás területén. Nem csak az infrastruktúra fejlesztésében elkötelezett a kormány, hanem abban is, hogy az egészségügyben dolgozók megbecsülve érezzék magukat. Erre pedig a belügyminisztérium szakállamtitkára hívta fel a figyelmet. Július 1-től, tehát pont Semmelweis napjától megkezdődik egy újabb lépcsője a szakdolgozói bérfejlesztésnek, ami egyébként folytatódni fog jövő márciusban is. Július 1-től egységesen 18%-kal fog emelkedni az egészségügyi dolgozók fizetése, és egyébként külön erre a célra forrás biztosít az egészségügyben dolgozóknak is, tehát műszaki-gazdasági területen dolgozók bérrendezésére is a kormány. Ezek óriási dolgok, mivel mindenki tudja, hogy milyen nehéz helyzetet teremtett a háború és az a szankciós politika, ami aztán az inflációt gerjesztette, mégis a jövő évi költségvetésben 240 milliárd forint áll rendelkezésre az egészségügyben dolgozók béremelésére, ami a legnagyobb mértékű az egész államigazgatásban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy közös eredmény, és ezt az eredményt az önök munkájának köszönhetjük, az önök áldozatos munkájának, ami többek között a Covid időszak alatt itt Ajkán önök elvégeztek. Hiszen miniszter úr is mondta, nem csak az ajkai vonzáskörzet feladatait látták el, hanem regionális vármegyei és regionális feladataik is voltak, mivel kiválóan helytálltak, ezért köszönet illeti önöket. Amikor a mai ünnep miatt Semmelweisre emlékezünk, akkor viszont meg kell emlékeznünk arról is, hogy ő is nézett szembe nehézségekkel. Azok a változások, amiket ő az orvostudományban megkezdett, a klórmeszes kézmosás, az aszepszis, az kortársak részéről nem arattak osztatlan sikert, és akkor még finoman fogalmazta. Minden változás nehéz. Most is egy változásban van a magyar egészségügyi ellátórendszer, egy régóta halogatott változásban, és sajnos ez a változás, ezzel járó nehézségek alkalmasak hisztériakeltésre. Én viszont arra kérek mindenkit, hogy nyugodtan, megfontoltan a tényeket mérlegelve nézzen szembe az előttünk álló változásokkal. Kórházbezárás egy baloldali program. Mi nem bezárunk, hanem építünk. Mi épületfejlesztésben, infrastruktúrafejlesztésben, dolgozói béremelésben dolgozunk. Abban gondolkozunk. És hasonlókat látunk egyébként mindenhol, sátorújhelyen, Mosonmagyaróváron, Ajkán. Szeretném megnyugtatni mindenkit, a kórházainknak van jövője. A mi célunk az, hogy a lakosság közeli ellátást megerősítsük, és együtt közös munkával emeljük a magyar egészségügy színvonalát, és ezzel együtt reményeink szerint az egészségben eltöltött éveket is. A rendszer javításának kulcsa azonban nem a minisztériumban meghozott intézkedésekben van, hanem az önök kezében. És abban, hogy felismerjük, hogy mindannyiunknak van tennivalója. Mindannyiunknak van tennivalója, hiszen a nap végén, a gondolkozásunk végén egyetlen egy dolog áll, a beteg üdve. Ez legyen mindig a legfőbb törvény. A beteg üdve minden előtt. A minőség valódi kulcsa tehát az önök kezében van. Ha önök kedves kollégák felelősen gondolkodnak és gondoskodnak a betegeikről, ha nem vesztik szem elől a valódi és egyetlen igazán fontos célt, a beteg gyógyulását, akkor bárhogy is alakulnak a körülmények, képesek lesznek emberarcú, bizalomra épülő, magas színvonalú, sikeres gyógyítórendszert létrehozni, mi pedig az állam részéről azt tudjuk megígérni, mindent el fogunk követni azért, hogy ehhez megfelelő jogszabályi környezetet, megfelelő pénzügyi hátteret és hasonló kiváló infrastruktúrát kapjanak. Így közösen összedolgozva van reményünk abban, hogy sikert érünk el, sikerül biztosítanunk fenntartható, igazságos és magas színvonalú magyar egészségügyet. A teljesen megújult épületet dr. Udvardi György veszprémi érsek szentelte fel és kért áldást az abban gyógyulókra és dolgozókra egyaránt. Ennyi fért a Beszéljünk róla mostani adásába. Én minden munkatársam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!